Köszöntöm a kedves nézőket a Szópárbajban. Szerintem ma a szokottnál is érdekesebb műsorra számíthatunk, ugyanis mondjuk így, hogy rendkívül színes a paletta a vendégkört illetően. Ugye állandó vendégünk továbbra is Kiszeli Zoltán, elemző politológus. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok az uraknak, akiknek a sorában először hadd mutassam be vendégeink közül Radu Józsefet, a Fidesz-KDNP fővárosi városatyáját, egyébként a Lungodrom alapító alelnökét. Szép jó estét kívánok, és üdvözlöm az EHO TV minden kedves nézőjét. Valamint másik illusztris vendégünk, Volner János, a Jobbik általános frakcióvezetőhelyettese, nem elégesen a Radikális Párt alelnöke. Mondhatjuk, hogy második ember a Jobbiknak, Volner János immáron? Hát Vona Gábor helyettese vagyok a frakciónál, mondjuk így akkor. Igen, tehát akkor minden kérdést illetően igen fontos a véleménye, és ez pedig egy olyan témakör, amiről beszélünk, 3+1 témánk lesz, de három téma, az mondjuk így, hogy a cigány-magyar együttéléssel, a magyarországi cigány kérdéssel, roma kérdéssel összefüggésben vizsgáltatjuk. És hát ugye az első témakörünk az, hogy van roma integráció, erről beszélnek a politikusok, de talán túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy a magyarországi állampolgároknak a túlnyomó része nem igazán tudja kibontani, talán mert nem bontották ki előtte a közéleti szereplők, hogy mi ez, hogy mi a roma integráció, egyáltalán van-e, gondolom ez ügyben már vita alakulhat ki, és ugye van ennek egy egyházi vonatkozása is, úgyhogy kezdjük mindjárt a végéről a roma integráció kérdését egy nagyon fontos szegmenssel, és ezzel kapcsolatban nézzük meg az első bejátszást. Farkas Flórián köszönetet mondott az egyházaknak a cigányság érdekében végzett munkájukért. Az egyházak elkülöníthetnek? Nyíregyháza nem tudni a görög katolikusok, miért nem az új iskolájukba járatják a cigány gyerekeket. No hát most akkor a történelmi egyházakról van ugye elsősorban itt szó. Ez a kategória ez nem így létezik már, de ugye amit mi történelmi, amely egyházakat mi történelmi felekezetekként ismerjük. Hadd kérdezem meg először Radu Józseftől, hogy a roma integráció az egy élő, pulzáló rendszer-e már Magyarországon, mert ugye ez volt a Fidesz kormány egyik fő célja, egyébként uniós soros elnökségi minőségében is, valamint hogy az egyházak miképpen játszottak ebben szerepet, pro és kontra véleményeket is figyelembe véve. Köszönöm a kérdést, és szíves engedelmével egy bővített mondatban fogok válaszolni, vagy mondatokban. A integrációnak a pandantja az asszimiláció. A Magyarországon élő 800 ezer cigány társadalmi helyzetét tekintve felvetődik a kérdés. Most ki a jó cigány, ki a magyar népnek, a magyar társadalomnak a jó cigánya, aki asszimilálódik, vagy integrálódik. Itt akkor rögtön hadd mondjam el, hogy mi az asszimiláció. Ez egy biológiai folyamat. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen elveszíti a rá jellemző sajátos jegyeit az egyén. Tehát, ha egy cigány ember, például Kolompár Géza azt mondja, hogy ő nem cigány, mert itt rögtön megjegyzem, ki ma a cigány. Ennek is van egy evolúciója. Cigány az, aki annak vallja magát. Tehát szabad identitás választás van. Menjünk vissza az asszimilációra. Tehát az asszimiláció az azt jelenti, hogy tulajdonképpen elveszítem a rám jellemző jegyeimet, ezt egyénileg megtehetem, és azt mondom, én nem vagyok cigány, hanem magyar vagyok. Ízig, vérig, magyar vagyok. És mondhatja mind a kettőt az ember? Persze, majd erre válasz, a végén fogok erre választani. Tehát egyénileg azt mondja az illető, hogy ő magyar. Asszimilálódott, akkor a magyar társadalomba fölveszi azokat a jegyeket, de rögtön elveszítette a rá jellemző sajátos jegyeket. Mi az integráció? Az integráció ez egy fejlettebb rész, és hadd mondjam el, hogy én, mint cigány közéleti ember, felelősséggel tartozom a népemért, és a népemet nem asszimilálhatom. Miért nem? Mert az egyetemes világ lenne szegényebb a cigánysággal. Az integráció azt jelenti, hogy a sajátos jegyeim megtartásával integrálódok a többségi társadalomban. És akkor itt születik meg az az általam hit,
és vallott gondolat, hogy amennyire cigány vagyok, annyira magyar, és amennyire magyar vagyok, annyira cigány, és egyik énemet sem helyezem a másik énem rovására. Na most az integráció nem egy befejezett folyamat, kérem. Ez az integráció folyamatban van. Előbb jön a felismerés, előbb disztingválni kellett, mert a szocializmusban, kérem, ott egy erőszakos asszimiláció van. Például az 1960-as években, amikor a cigánytelepekhez lement a dózer, és azt hitték, hogy megoldják a cigány kérdést, a cigány problémát, az összes kultúrájával, szubkultúrájával együtt megsemmisítették a cigányságot. Tehát tulajdonképpen erőszakos asszimilációt akartak, és nem megy. Marad az integráció, ez egy tudatos, emberi, európai magatartásforma, és ehhez, mivel eljött a felismerés, erre kell kidolgozni azokat az alternatívákat, folyamatokat, a mibent, a hogyant, hogy ez elfogadható legyen. És egy nagyon fontos dolog. A szocializmusban mindig az volt a jelszó, hogy a cigányok ügyben mindig mások, mindig fönt, és mindig nélkülük oldották meg. Most ebben a demokráciában, és különösen a Fidesz-KDNP kormányzása alatt, és maga ennek a pártnak és ennek a politikának a lényege az, hogy a cigányság bevonása nélkül cigány ügyet nem lehet megoldani. És Volner János hogy látja, hogy a megoldás útjára lépett a Fidesz-KDNP kormány a cigányság által a szövetségesnek tekintett részeivel együtt? Nyilvánvalóan nem, és ezt nagyon szomorúan jelentem ki. Hát elég, hogyha csak arra gondolunk, hogy mielőtt még Balogh Zoltán miniszter lett volna társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkárként, azt mondta, hogy 89%-os a munkanélküliség a cigányság köreiben. Ez drámaian magas számot jelent ez. Ez azt jelenti, hogy 10 cigány emberből 9 gyakorlatilag sehol nem dolgozik, nem vesz részt a társadalom értékteremtő folyamataiban. Az integrációnak az egy nagyon fontos, nélkülözhetetlen része, sőt a legfontosabb része, hogy adott esetben úgy lehet integrálódni a társadalomba, hogy én magam is részt veszek a saját családommal, tágabb értelembe vett nemzeti közösségemmel a társadalom értékteremtő folyamataiban. Amíg ez ilyen alacsony arányban történik meg, addig erről nyilvánvalóan nem beszélhetünk. Nem beszélhetünk azért sem, mert ez a réteg gyakorlatilag egy demográfiai, közbiztonsági és gazdasági bombaként van most egyelőre gyakorlatilag az ország nyakára kötve. És ezt de ezt az egész cigányságot egy rétegnek veszünk? Mert elég rétegzetnek tűnik ez a réteg, egy kis enyhe képzavarral élhetek. Hadd mondja végig, tehát ez az egész népességre vonatkozó statisztika, amit Balogh Zoltán közölt, ez a 89%-os munkanélküliségi mutató. Én azt mondom, hogy úgy lehetne valóban ebből a helyzetből előrelépni és integrálódni, hogyha azt el tudnánk érni, hogy magában az értékteremtésben vegyenek részt, a bűnözés az drámai mértékbe szoruljon vissza, hiszen ez egy rendkívül égető probléma most már az ország egyre több településén, és magát a társadalmat, azt kell, hogy mondjam, hogy a cigányok befogadására különösebben nem kell bíztatni, a magyar az egy kifejezetten befogadó nép volt már évszázadok óta, hogy ha azt látja, hogy egy cigány ember maga is kiveszi a részét a társadalmi értékteremtésből, rendesen iskolába járnak a gyerekei, elmegy dolgozni, nem lop, nem csal, nem hazudik, úgy él, mint a többi magyar ember a környezetében, akkor be fogják fogadni a lehető legtermészetesebb módon. Ez az igazi integráció. Kiszedi Zoltán politológustól és kedves vendégünktől, Radu Józseftől egyaránt kérdezem, hogy vitatkoznak. Én még előtte hadd mondjak egy pár gondolatot, hogy valóban itt egy őshonos kisebbségről beszélünk, amely több száz éve velünk él. Tehát a történelem folyamán érkeztek ide. Több hullámban, ugye ez nyilván több csoportból áll. Én arra szeretnék csak utalni, hogy Nyugat-Európában is van ilyen kisebbségi probléma. Ott annyiban szerencsésebb a helyzet, hogy kitaláltak egy jó stratégiát. Tehát mondjuk, ha megnézzük Németországban egy tipikus bevándorló családnak a karrierjét vagy az életútját, hogyha megtanulnak németül és elvégeznek egy szakiskolát, akkor utána mondjuk egy autógyárban dolgozhatnak, és egy 2-3 szobás lakást tudnak szerezni, és a családjukban ezt a helyzetet reprodukálni tudják, vagy ennél magasabbra tudnak a gyerekek eljutni. Mondjuk egy török családra gondolsz. Egy török család, vagy mondjuk egy Oroszországból kivándorolt német család, akik már nem is annyira beszéltek németül. Tehát megvan egy ilyen karrierút, egy ilyen stratégia. Franciáknál, amerikaiaknál is a bevándorlókat integrálják, megtanítják a nyelvet, ha a szakmát tanulnak, akkor nyitottak előttük ezek a felemelkedési csatornák. Nálunk pont a
az a probléma talán, hogy a cigányság az ország válságrégóiban van, északkeleten, délnyugati országrészben, és itt tulajdonképpen az állami szolgáltatások is nagyon satnyák. Tehát ott kezdődik, hogy az iskolákban nem mindig a legjobb tisztelet a kivételnek, nem mindig a legjobb tanárok vannak, azok a felzárkóztató programok, amelyek eddig voltak, nem igazán működtek. És itt vannak igazából a problémák, hogy korábban ez a balliberális kormányzás alatt kialakult egy balliberális érdekkör, amennyire én látom, ezek mindenfajta képzéseket csináltak, leginkább uniós pénzből vagy felzárkóztatási pénzből, átképezték virágkötőnek, idegenforgalmi, falusi vendéglátónak azokat az embereket, akiknek mondjuk más képzés hasznosabb lett volna, és most ez nyilván ez is. Mi van most? Mert a közmunkáról látom, beszél a balliberális ellenzék, amúgy a Jobbik is bizonyos kontextusban leggyakrabban. Ez a legjellemző, vagy ez csak egy szelet az egésznek? Még két mondat, és akkor két mondatot szeretnék csak mondani az egyházak szerepéről. Igen. Hát ez a balliberális érdekkör, a szociológusok az ezer felmérésükkel, azok a programok, amelyek nem igazán alkalmazkodtak a célcsoport igényeihez, mert nem kell virágkötőt ott képezni falun, ahol az embereknek van saját kertje. Tehát vagy messze van a legközelebbi város, ahol eladnák a virágaikat. Tehát ezek helyére lépnek most az egyházak. Tehát azt lehet látni, hogy a mostani kormány az egyházakat nem egy civil partnernek tekinti, mint a baloldal, hanem kitüntetett társadalmi partnereknek a tapasztalatuk, az odaadásuk okán, és azt lehet látni, hogy az egyházak próbálják meg ezt az űrt betölteni, hogy ott helyben ezeket az embereket, ezeket a csoportokat az iskolák átvételével megpróbálják valahogy felzárkóztatni. Megjegyzem, Erdélyben is vannak erre jó példák, szeretünk külhoni példákra hivatkozni, most hivatkozunk ilyen értelemben is. Gergely István, a csíksomlyói, Csíksobot falvai, most már nem, de hajdan sokáig ott szolgáló plébános, megcsinálta a Csibész Alapítványt, voltak ott székely és roma gyerekek egyaránt, elég felülreprezentált voltak a cigány származású gyerekek, és legtöbbjükből rendes kispolgárt, vagy jó értelmevet polgárt faragott. Lehet egyébként ilyen? Mindkettőjüktől kérdezem. Szerkesző úr, szabad ugye szólnom. Nézzük csak, a képviselő úr, amiket elmondott, én ezt azt mondom, hogy az okozatokat láttatta velünk. Én meg azt mondom, hogy egy témát okozati összefüggésben kell, az okozatot megelőzi az ok. Tehát jó lenne majd későbbiekben az okokra is visszatérni. Ez az egyik észrevételem. A második dolog pedig az, hogy nézzük csak, milyen népréteget akarok én integrálni. És feltétlen meg kell nyernem őket, hogy azonosuljanak ezzel az igénnyel, a változás, a fejlődés igényével, mert ez másként nem megy. Itt egy cigány gondolkodás módomat engedjék meg, hadd mondjak. Ugye sok értéke van az embernek, de kettő feltétlen fontos. Az egyik a gazdasági, a másik a szellemi érték. Ugye, hogyha én ma szegény vagyok, és 1000 forintot kérek öntől kölcsön, most már nincs játékterem, de eddig volt, bement a játékterembe, és reggel elméletileg kijöhetett többszörös milliómosként. De én a kunyhóba lefekszem analfabéta cigányként, nem kelek fel professzorként. Tehát a tudati fejlődés az mindig hosszabb időt vesz igénybe. Na most a cigányságnak 0,2%-a rendelkezik egyetemi és főiskolai végzettséggel. Egyébként még mindig? Még mindig. Ez egy óriási dolog, most már 0,7%-et is látok a kimutatásokban, de igazán az életben ez olyan minimális különbség, igen, hogy nem lehet emberileg érezni. Na nézzük csak ezt a népréteget, a cigányságot. Milyen ismérvek, milyen jellemzőkkel kell nekem integrálnom? Egyetértek tökéletesen azzal, sajnos ezzel a ténnyel, hogy a cigányság 85-90%-a munkanélküli egyszer. A munkavállaló cigányok 78-80%-a segédmunkás és betanított munkás. Ez a probléma. Nincs konvertálható tudás. Egy cigány családfőre eső eltartottak száma 3,5-szer több, mint a többségi társadalomban, a magyarok között. A negyedik ismérv. A cigányság 80%-a halmozottan hátrányos apró településeken él, amely apró településre az jellemző, hogy nincs munkalehetőség, nincs infrastruktúra, tehát a falusi életet még az egyszerű gádzsónak, gádzsó nem pejoratív kifejezés, igen, gádzsó mindenki más, aki nem cigány. Zsidók esetében goly mindenki, aki nem cigány. Tehát ezt is kérem, ezt tehát, a kifejezést. Ha jól értem, ugye Abaújról vagy Délbaranyáról beszélve megállapítottuk, hogy szinte senkinek nem jut így munka. Van. Így igaz, így igaz. Aztán tovább az ismérvekkel. A cigány, mivel 80%-ban
ott él apró településen, halmozottan apró településen, nem tudja a falu előnyét a maga javára fordítani. Mit jelent az én olvasatomban az, hogy falu előnye? A falu előnye az, hogy a falu által biztosított lehetőséggel nem tud élni, magyarul növénytermesztés, állattenyésztés, konyhakertészettel nem tud foglalkozni, mert nincs ilyen kultúrája, nincs ilyen ismerete. A magyar embernek, a gázsónak ugye természetesen ért a kis állattenyésztéshez, van baromfi udvara, disznó, stb. Tehát meg tud élni, némileg tudja pozitív irányba tendálni a megélhetését. Tovább mondom. A cigányok esetében az átlag életkor a többségi társadalomhoz viszonyítva tulajdonképpen 12 évvel rövidebb életet él, mint a magyar átlag. És most olvastam nemrég, hogy a fejlett európai országban az emberek pedig 8 évvel tovább élnek, mint a magyarok, vagyis a magyarok 8 évvel rövidebb életet élnek. Ha most a kettőt összehasonlítom, 20-szal kevesebbet él egy borsodi cigányában, mint egy vallon mondjuk Belgiumban. Így van. Most akkor fölteszem a kérdést. Betegen, rövid életidőtartamra számítva, analfabétaként, bizonytalan munkával, sok gyerekkel, sok eltartottal, milyen jövőkép, milyen pozitív jövőkép alakul ki? Itt jön. Tehát ezek tények, de facto tények. Na most, ekkor kell már a társadalomnak belépni, és tulajdonképpen segítséget adni. Na ekkor jön az, hogy társadalmi összefogásra van szükség. És még egy, ne cigány vezetőknek igenis aktívnak kell lenni, a cigány értelmiségtől sokkal, de sokkal határozottabb, keményebb és konzekvensebb magatartást várok el, és vár el maga a cigányság. Mert kibe bízik a cigány ember, ha nem a testvérébe? Most elnézést, a tanult cigány elnézést, de ebbe hadd kapaszkodjak vele. Én látok konzekvens roma vezetőket, cigány-magyar, simán roma identitású vezetőket, ki tudja ki milyen, de például Horváth Aladár a maga vonalán nagyon konzekvens sem halad, csak nem biztos, hogy az a vonal az olyan építőjellegű, ki tudja. De és Radu József is konzekvensen halad a maga vonalán, csak hát azt látom, hogy a mondjuk így, hogy az ismert cigány értelmiségek is több iskolát képviselnek. Azt kell, hogy mondjam, hogy önmagában a cigány értelmiség az nagyon sokszor hátramozdítja inkább ezt a folyamatot. Most gondoljunk arra, ez főleg egyébként nem a Fidesz-KDNP-re vonatkozik, hanem elsősorban a szocialistákat jellemezte, hogy olyan cigány értelmiségiek jelentek meg a cigányság szószólóiként, akik a többségi társadalomra terhelték a sikertelen cigány integráció minden negatív hozadékát. Már azt mondták, hogy azért nem sikerül, kedves magyarok, mert ti kirekesztőek vagytok, mert ti nem akarjátok befogadni a cigányokat, ők nem tehetnek volt semmiről. Volt egy párt, amelynél még az MSZP-n is számosabban jelentek meg ezek. Pont ezt akarom mondani. Nem tudom, emlékeznek-e még az SZDSZ nevű pártra? Pont ezt akartam mondani, hogy szabad-e kiegészítenem a képviselő úr megállapítását. Én még az SZDSZ-t még keményebbnek, vonalasabbnak tartottam, és én egy hazug pártnak. Szóval az, hogy valaki úgy állítja be magát, hogy nagy demokrata, az én egyszerű cigány agyammal nézve a demokrácia és diktatúra között hajszálnyi differencia van, és ezen a hajszálnyi differencián kell lavírozni. És a nagy demokraták a legnagyobb diktátorok, mert elvárták a leasinggel cigány vezetőiktől, akiket ők fölkaroltak, hogy azt kell mondani, és olyan hangnemben, ahogy ők kívánják, és nekik konvenír. Na most összefüggő témacsoportról van szó. Mielőtt a második bejátszásokat megnézzük, megígérem Kiszeli Zoltánk, hogy először ő reagálhat erre, annál is inkább, mivel ez a Jobbik véleménycsokra lesz, tehát kérem, hogy nézzük meg a második bejátszást. Mit tenne a Jobbik a cigányokkal? A Jobbik szóvivője szerint a kormányzati tervek között szereplő cigányügyi egyeztető tanács létrehozása esetén csak egy újabb felesleges intézmény alakulna. Jobbik, ez a testület nem megoldás, porhintés, maszhatolás, és nem hozna semmilyen új eredményt.
Zoli, mint elemző, miképpen látod a Jobbik, tud ebben a témában egyrészt politikailag, másrészt nemzet stratégiát, amely kreatívan építkezni? Én azt lehet látni, hogy a Jobbik, mint protestpárt, amikor megjelent, akkor egy igazi áttörést hozott az, hogy korábbi tabu témákat emelt fel, és ezek egyike volt a magyar cigány együttélés problémás oldala. Korrupció és más témákat is. Tehát olyan nyíltsággal beszéltek erről a témáról, amire nagyon sok ember reflektált. Egy nagyon érdekes egyébként, hogy az észak-keleti ország részben, ott, ahol korábban az MSZP volt nagyon erős, Borsodabajúban, Szatmárberekben, vagy akár Baranyában is az ország másik végében, a Jobbik nagyon jó eredményeket ért el, véletlenül azért is, mert nagyon sokan, akár korábbi baloldali szavazók is ezt a problémát tartják ott a legfontosabbnak, és ezért arra a pártra szavaztak, amely ezt a problémát tematizálta, a napirendre emelte. Valóban az a kérdés, rengeteg ilyen testület volt már, hogy mi ezeknek az eredménye. És hogyha megnézzük, hogy az eddigi ilyen testületek, a Roma Integrációs Tanács és más intézmények nem nagyon voltak kézzelfogható eredménye, de nem voltak, az eredmény nem volt kézzelfogható, a problémák megmaradtak, sőt újra termelődtek. Tehát ezt, én ezt látom ebben... Szkeptikus vagy akkor? Szkeptikus vagyok. Én mindig azt hiányoltam, amit az előbb a németekről, franciákról, amerikaiakról mondtam, ha van egy jó stratégiájuk, és abban érdekelté tudják tenni az érintetteket. Ha egy török vendégmunkás ezt az utat követi, akkor belőle egy jó német átlagpolgár lehet. Szerényen, de biztonságosan megélhet, a gyerekei is, unokái is. Hát ez a szerényen, az sokan cserélnek, hát, az a szerény nívóval innen oda. Ez az, tehát tulajdonképpen mi is kitalálnánk valami ilyesmit, és nem azt látom, hogy ezek az intézmények ebbe az irányba mennének, hanem általában van egy reprezentációs probléma, hogy mindenki ott szeretne ülni az asztalnál. És ha sokan ülnek az asztalnál, és sokat beszélnek, nem biztos, hogy jó eredmények születnek. Még egy rövid gondolata ahhoz, hogy... Már csak rövid gondolatokra van idő ebben a témában. Akkor talán ezt majd a következő részben. Igen, igen. Kérem, reagáljanak mindketten a Jobbik felvetéseire. Igen. Az egyeztető tanáccsal kapcsolatosan nekem tanár úrral szemben más a véleményem. Noha nekem nem szabad lenne ilyet mondanom, mert én olyan szerencsés helyzetbe, kivételezett szerencsés helyzetbe kerültem, hogy olyan tanár úr ül mellettem, aki tanított engem az egyetemen, a tehetséges fiatal tanár úrral, tehát ne bocsáss meg, hogyha most más véleményt mondok. Tulajdonképpen ez az egyeztető tanácsnál nem ülnek olyan sokan, mert hivatalból is nagyon frekventált személyek. Ugye az elnöke Orbán Viktor miniszterelnök, társelnöke Farkas Flórián, az országos roma önkormányzat elnöke. A belügyminiszter ül mellette, az EMI, az emberi erőforrások minisztere, és az ötödik személy pedig, szégyellem, de most hirtelen nem jut eszembe. Tehát ennyi. De most egy provokatív kérdés. Van a magyar állandó értekezet is, mindegy, hogy balliberális, egy határon túl képviselő, ez a ritkább, vagy jobb középbeállítottság, vagy radikális, helyet foglalhat. Jobbikos, vagy MSZP-s, mert ez a két párt az a vidéki Magyarország jelentős részein, hanem a nagy részein nem van. Nem kéne egy-egy képviselőt, akik mondjuk legalább tudnak viselkedni, azért vannak ilyenek, mint két pártban, és konzultatív jogot nem kéne egy ilyen testetben adni nekik? Ez nem azzal a céllal jött létre. Tehát, bocsánat, hadd emlékeztessem a kollega urakat a következőre. Egyetlen egy MSZP-s és liberális kormány ideje alatt nem történt az meg, hogy egy együttműködési szerződés alakuljon ki. Itt tulajdonképpen 2011. május 20-án egy ilyen megállapodás született az Országos Roma Önkormányzat és a kormány között, aki aláírta, tulajdonképpen nem volt más, mint Orbán Viktor miniszterelnök úr és Farkas Flórián. Itt álljunk meg azért valamire. Két mondat van még az első részből, de parancsoljon. Kivel írt alá? Az Országos Roma Önkormányzattal. Ki az az Országos Roma Önkormányzat? Az Országos Roma Önkormányzat az egész magyarországi cigányság jogi és politikai érdekképviseleti szervezete hazánkban és külföldön korlátozott közhatalmi jogosítványokkal. Nagyon köszönöm. Folytatjuk, és ígérem, hogy a Jobbikos képviselőnek adjuk meg először a reagálás lehetőséget a második részben, amelyben várjuk Önöket. Köszöntöm a kedves nézőket a Szópárbaj második részében is. Vendégeink továbbra is Radu József, Fidesz-KDNP-s
fővárosi városatya, valamint a Lungodrom alapító alelnöke, Volner János a Jobbik, ha mondhatom, második embere, hiszen általános frakcióvezető helyettes, valamint alelnök is a pártban, illetve állandó vendégünket, Kiszeli Zoltán politológust is itt köszönhetjük megint csak. Nos, hát ugye megígértem Volner Jánosnak, hogy azzal kapcsolatban reagálhat, hogy ugye a Jobbik azt állítja, hogy ennek a legújabb roma ügyi egyeztető tanácsnak, amelyben tényleg az ország vezetőnek egy része, az adott témakört, illetve a legfontosabb vezetői részt vetnek, valamint Farkas Flórián is. Most ezzel kapcsolatban ugye némi szkepszis megfogalmazódott több mindenkiben, még elemző vendégünkben is. Radu József viszont azt állítja, hogy ez egy rendkívül fontos szervezet, annál is igen, mert prominens, valóban a végrehajtó hatalom túlnyomó részével rendelkező emberek vesznek ebben részt, akkor miért vitatja a Jobbik ennek létjogosultságát, fontosságát? Gondoljuk csak abba bele, hogy budapesti tárgyalóasztaloknál ülnek le egymással kormánypárt politikusai, egymással megbeszélik ugyanazt, amit egyébként bármilyen címszó alatt megbeszélhetnének. Eddig is volt erre lehetőségük, ugyanezek az emberek már 20 éve ismerik egymást, tehát én ettől érdemi előrelépést nem várok. Amitől viszont várhatnánk érdemi előrelépést, és itt ugye Rádó Jújra is kérdőn nézek, hiszen azért lehetne például az előbb emlegetett közmunkaprogramokba értelmes dolgokat csinálni. Én például jobbikosként sem értek azzal egyet, hogy csak öncélúan azért, hogy most valamit csináljanak az emberek, kimozdítják őket az otthonukból, akkor, amikor egyébként értelmes termelő munkát is végezhetnének. Gondoljunk csak bele a mi falunkba, ahol én lakom, ott is a cigányokat elviszik közmunkázni, elmennek, naphosszat üldögélnek az árokparton, különösebben nem történik semmi. Ezzel szemben én azt mondom, ha már van a falunak falugazdásza, akkor őket meg kellene tanítani ezzel a szakképzett személynek a segítségével arra, hogy a mezőgazdasági terményeket hogyan lehet előállítani, hogyan kell sárgalépát, krumplit, stb. Termelni, már is sokkal előrébb lenni. Egyébként ezt szerintem majdnem minden nézőnek rokonszenves ez a felvetés, viszont nagyon érdekes, hogy a jelenlegi kormányt nem éppen dicsérő Andor László, uniós biztos, aki a foglalkoztatásért felelős, azt mondja, hogy a közmunkaprogram kapcsán az unió részben egyetért Magyarországa, illetve kormányával, hogy erre szükség van, viszont képzés, különböző képzések nélkül ennek már középtávon sincsen értelme, és erre lehet fordítani uniós forrásokat, hogy képezzék a közmunkában résztvevő, jó részt roma, de nem roma munkavállalókat is. Most erre látnak reális esélyt, hogy ez valóban beindul produktív módon? Igen, és mielőtt még hogy választ adtam, hogy igen, egy pici kis visszatekintést hadd adjak. A rendszerváltás előtt 1989-ben a vidéken élő cigányság 40%-a mezőgazdaságban dolgozott, termelőszövetkezetekben, állami gazdaságokban és a magánszférában. Noha nem jellemző, hogy ők a paraszti munkálatokhoz, és netán az agrotechnikai módszereket a legjobban ismerők közé számítódjanak. Na most ebben a helyzetben Magyarországon elindult az aranykalászos és az ezüstkalászos tanfolyam. Ezt azért tudom mondani, mert nekem az egyik végzettségem, én agrármérnök vagyok. Tehát tulajdonképpen van erre precedens, sőt, van cigány állatorvos, meg stb. Stb. Tehát vannak kivételek. Igen, kell foglalkoztatni, és kell átképezni. Igen ám, de ahhoz, hogy valakit képezzek, vagy átképezzek, egy megfelelő alapiskolai végzettséggel kell rendelkezni, az alapkészségeket el kell sajátítani. Sajnos a magyarországi cigányságnál ez problematika. De mekkora része? Mert mindig úgy beszélünk, 800 ezeres közösség, egy része polgárosult, nagyobb része nem, de például konkrétan ez ügyben mi a helyzet? Már is mondom. Kérném szépen, ma a 8 általánost elvégzők száma az én megítélésem szerint semmivel sem növekedett a rendszerváltás előttihez. Tehát ebben stagnálás van. Az értelmiségnél mondom, hogy 0,2-ről már mondják, én nem láttam még ezt, hogy 0,7%, de ez is szinte mérhetetlen különbség. A szakmunkásoknál megint nem látok képzéseket, mert tulajdonképpen munkaerő hiány van, és ezek az emberek
konvertálható tudás nélkül vannak a munkahely kapuján kívül. Tehát borzasztó nehéz helyzet. Hát illetve mondjuk Kecskemét nagyon sok munkás kézzel vár, képzési lehetőség is van, viszont abból, hogy tudod odajönni valaki igen, nehezen. De a szocializmus utolsó pillanatában, amikor a számok fordítva voltak, a szocializmusban 90%-os volt a férfiak körében a foglalkoztatás, most a rablókapitalizmusban 90%-os a munkanélküliség. De a helyzetük ugyanúgy változatlan. Tehát ugyanolyan mondjuk azt, hogy analfabéta volt akkor is, és most is. Nincs minőségi változás, nincs konvertálható tudás. És ki kerül ki legkorábban a munkahelyéről? Akinek a munkájára nincs szükség. Lapátnyelet fogó emberekre ma már nincs szükség, hanem a komputerkezeléshez, a szakmunkához értő emberekre van szükség. És igenis az országos cigány önkormányzatnak és a helyi település cigány önkormányzatoknak, értelmiségnek és a magyar kormánynak is arra kell törekedni, hogy minél több kiművelt emberfő legyen. Ugyanis ez állam nemzetbiztonsági kérdés is, kérem. Egy bizonyos idő után mi lesz ezzel a nagy létszámú cigánysággal? Öregszik a magyar társadalom, csökken a létszám, ki fogja a nyugdíjakat biztosítani, a nyugdíjas embereket eltartani? És még egy. Hogy lehet cigány és magyar békés együttélés? Mert minél tanultabb, intelligensebb egy ember, annál toleránsabb, annál megértőbb, annál jobban tud kompromisszumokat is kötni. Tehát vannak olyan települések, Gilvánfa, ahol 100%-ig cigányok vannak, nagyon sok, 40%-ban van olyan hely, ahol tulajdonképpen 30% fölött képviseltetik magukat a cigányság. Tehát a cigány és a magyar együttélés, a gond nélküli együttélés és a másságnak az olyan tolerálása, ahol egymást elfogadják, és a másság nem szégyent jelent, hanem értéket. És ezt az értéket megtanuljuk tolerálni, elfogadni, támogatni, netán megszeretni egymást. Radó József től és Volner Jánost is egyaránt kérdezem, hogyha jól értem, hogy a középgenerációt illetően hiányoznak bizonyos alapok. Nem általánosítva, de nagyon nagy részénél a roma középgenerációt illetően. Most velük egyrészt mit lehet tenni? Jó értelemben kérdezem. És mi a helyzet a fiatalokkal? Mondjuk ugye az egyházi iskolák számossága is kezd felelhető lenni, de ez mennyire mehet gyorsan, széles körülön? A magyar társadalomban eljött, és ennél a kormánynál is, hadd mondjam, én eltökélt vagyok, és elfogadom és támogatom a Fidesz-KDNP kormánynak a koncepcióját. Mélységesen hiszek a koncepcióban és a jövőben. Mélységesen, nem azért, mert innen ehelyről mondom. Én meggyőződésem hiszem. Az az igazság, hogy tulajdonképpen ezekkel a cigány emberekkel a fiatalkorban, tulajdonképpen fogantatástól kezdve, épp testben, épp lélek, már onnantól kezdve kell a gyerekekkel foglalkozni. Tehát bölcsöde, óvoda. Már a fogantatástól, hogy ne alkoholizáljon, ne drogozzon az anyuka, stb. Ezért mondtam, épp testben, lelkű gyerek jöjjön a magyar társadalomba, azt szülessen, és utána legyen meg a bölcsöde, óvoda, iskola, stb. Nem lehet kihagyni a fiataloknál, csak a tudás. A tudás az hatalom. Ez tudomásul kell venni. Itt nem lehet a cigánynak, ne sajnáltassa magát. Én is megdolgoztam a kunyhóból. Nincs mese, éjszakákat tanultam. 62 évesen ültem az egyetemi padba tanárul, igaz? Ezzel is mintát akartam szolgáltatni. Nem azért, hogy több legyen a fizetésem. Tudás, ez az egyik dolog. A középréteg az, aki még tud mintát mutatni. Az idős emberekről sajnos már ilyen vonatkozásban nem tudunk mit mondani, de a középréteg az, akit megfelelő mintával, támogatási módszerek bevezetésével, a példamutatással, meg az élmény érzettel, hogy érezze azt, hogyha ő dolgozik, mert higgyék meg, téves képet alkot bárki a cigányságról, amikor azt mondja, hogy munkakerülő, nem szeret a munkát, nem közösségi ember. Én meg azt mondom itt e helyről, itt bárkinek, hogy a cigány nép büszke nép,
A cigány nép tehetséges nép, szereti a munkáját, nem szereti az eltartást, az eltartott státuszban való élést. Nem szereti kinyújtani a kezét koldulásra. Ember, mert a büszkeséghez hozzátartozik a karakter, a méltóság, és a cigány ember az ilyen. Csak meg kell teremteni. Önmaga nem tudja sajnos, ezért társadalomtól nagyobb koherenciát, nagyobb empátiát, szolidaritást, támogatást, de emellett azonosulnia kell a cigánynak, hogy vasfegyelemmel, szigorral és nagyon nagy céltudatossággal, munkával kell hozzáállni az együttléthez. Van egy sanda gyanúm, hogy a jobbikos vendég, ha a gondolatok egy része egyet is ér, de talán nem mindegyikkel. Hát először hadd figyelmeztessek arra, hogy ha szerkeszti valaki ezt a műsort, akkor ügyeljünk a beszéd arányokra is, mert nem jó, egészen én 3 percet beszéltem az eddig fél órás műsorból, tehát ez már lassan nekem kínos, meg szerintem önöknek is. Tehát amit én egyébként problémaként látok, az az, hogyha a cigányságnak a jelenlegi munkanélküliségi, bűnözési rátát egyaránt figyelembe véve nem sikerül visszafogni jelentősen a népszaporulatát, akkor ez a probléma az egész magyar társadalomnak, beleértve a cigányokat is, a fejére fog borulni. Demográfusok kimutatták azt, hogy 2050-re már minden második munkaképes korú ember Magyarországon cigány lesz, hogyha a jelenlegi trendek így folytatódnak. És tessék bele gondolni abba, amikor 89%-os munkanélküliség jellemez egy kisebbséget. Én elhiszek mindent, a jó szándékot is elhiszem, csak nem látom a gyakorlatba átültetni. Akkor, amikor a cigányoknak a szerepe előkerül a magyar társadalomban, tessék megnézni, mire használják őket a politikusok. Legutóbb Tiszavasvárin, ahol egyébként a Jobbik nagyobb választási győzelmet aratott, mint amit a Fidesz elért 2010 áprilisában. Mármint az országban, ön meg helyi. Helyi, Tiszavasvári városában, igen. Ugye igen, ismét, igen. Ismét a jobbikos polgármester jelölt nyert, magasan, nagy fölénnyel. Ott is például azt láthattuk, hogy fideszes hátszéllel működő városi egyesület, aki konkurenseként indult ennek a jobbikos polgármesternek, szervezetten szállította a szavazóurnákhoz a cigányokat. És ez rendszeresen hol egyik pártnál, hol másiknál, náluk nem, de éppen az MSZP-nél vagy a Fidesznél sajnos előfordul. Egyébként az Országos Választási Bizottság emiatt meg is semmisítette 2 szavazókör eredményét. Tehát azt mondom, hogy addig, amíg erre használják föl a cigányságot, hogy kell a szavazat, 4 évente, hogy adott esetben vagy a Fidesz, vagy az MSZP-t megtámogassák a szavazataikkal. Én azt mondom, hogy a munkájuk kelljen ezeknek az embereknek, és kövessünk el azért mindent, hogy ezt a megélhetési gyermekszülést ösztönző szociális rendszert, ezt megszüntessük, a helyére egy olyan szociális rendszert léptessünk, ami a munkát, az értékteremtést preferálja, és elsősorban ahhoz köti a családi kedvezményeket, hogy valaki dolgozik-e vagy sem. Ugyanis magyar társadalom arra rá fog menni, hogyha folyamatosan arra ösztönözzük a magas munkanélküliségi rátájú embereket, hogy csak azért szüljenek sok gyereket, mert a sok gyerekből eltarthatják magukat. Na de most a produktív értékteremelő munkáról mindkét vendégünk beszél, ezt mindenki szeretné, minél számosabb körben, az ország minden részében, rétegében, de hogyan látja politológus állandó vendégünk, hogy ez miképpen sikerül az immáron 2 és 3/4 éve regnáló kabinet részéről? Hát valóban van egyfajta ösztönzés arra, ami a társadalmi igazságossággal is találkozik, hogy munkából jobban lehessen megélni, mint segélyből. Tehát ez az a fajta törekvés, hogy korábban, aki az út a munkában programban vett részt, nagyjából a minimálbér körüli pénzt kapott, hogy iskolába járjon, vagy ha ezt dolgozott. Az MSZP ez a korábbi kormányzatban be. Volt. Igen, ezt igen. Most jobban széthúzták. Tehát ha valaki mondjuk közmunkában vesz részt, nagyjából a minimálbér felét kapja, tehát ez jobban ösztönöz arra, hogy minimál bérért menjen el a versenyszférába dolgozni. Hát ha van munkahely. Hát ha van munka, és pont amit az előbb szerettem volna mondani, röviden egy hozzá, vissza szeretnék utalni arra, hogy Magyarországon sokan vidéken Budapestre néznek. Budapestről várják, hogy kapjanak pénzt, munkát, lehetőséget. De ha Miskolcról Kassára néznének, vagy Debrecenből Nagyváradra, ahol nagyobb a növekedés, akkor azt láthatnák, hogy ha jobban tudnak alkalmazkodni a határ túloldalán lévő gazdasági környezethez, ottani magyarokhoz, most a mostani azokhoz az országhoz, amelyekhez ezek a területek most tartoznak, akkor jobban beindulhatna a gazdaság. Tehát ez egy kiút lehetne, hogyha a határokon átívelő integrációkat, gazdasági lehetőséget jobban kihasználnák. Tehát ezt a különbséget látom, a programok nyilván a közmunkaprogramban voltak ilyen megállapodások, hogy 100 000 cigány embert vonnak be mondjuk a közmunkába, ez egy célként jelent meg, mondjuk az árvízi védekezésnél, vagy más ilyen közcélú és közhasznú munkáknál. Tehát az a kérdés, hogy ezt inkább a versenyszférában lehet-e megvalósítani, itt
még az általános gazdasági helyzet nem ad erre lehetőséget. Hát valóban az a kérdés, hogy rá lehet-e venni az embereket ilyen ösztönzővel, mint például a segélyösszeg csökkentése, a segélyplafon vagy a közmunkabér leszállítása, vagy egy alacsonyabb szinten tartása, hogy ez a következő generációkat a versenyszféra felé és a képzés felé lökje. Ugye Debrecen és Miskolc is előkerült Kiszeli Zoltán mondandójában, és a harmadik, negyedik egyébként elsőre más, de mégis összefüggő témánk az konkrétan Miskolc városához kapcsolódik, és ugye azt most már mindenki tudja, ez most már egyébként fél éve téma, de most kulminálódik, hogy Kanada sokkal szigorúbb lesz a menedékjogot kérő emberekkel szemben, és a kanadai narratíva szerint, amit egyébként a miskolci polgármester vitat, abból a városból mennek nagyon sokan Kanadába, illetve mentek, és kérnek menedékjogot. Na most akkor ezzel kapcsolatban kérném szépen, hogy nézzük meg a harmadik bejátszásunkat. Rádiós és óriás plakátkampányt indít Kanada, hogy felhívja a helyi romák figyelmét, a szigorított szabályok miatt nem érdemes politikai menekül státuszért folyamodni. A kanadai kormány egy hónapos lebeszélő kampányt indít a városban, ami felháborodást keltett. Na most Volner János, egyébként igaza van, hogy Radu József többet beszélt, de én vártam azt a jó értelme vett erőszakosságot, amit megszoktunk által a politikusoktól, és most viszont akkor hadd legyek előzékeny, és adjam meg először a szót önnek. Most akkor mit lát a Jobbik? Itt egy ilyen totális csődöt Kanada meg Magyarország részéről is, mert gondolom, hogy mindenkit kritizálnak egyszerre, mint mindig. Hát abba gondoljanak bele, hogy azért a nyugat-európai országok, illetve magáról a tengeren túlról érkező vélemények is olyanok, hogy olyan integrációs modelleket próbálnak ránk erőltetni, ami az adott országban sem működik. Hát hozzáteszem, egyébként Németországban nagyon komoly szociális feszültségek vannak, etnikai jelleggel is, akár 7-8 millió külföldi, aki ott él, és adott esetben képtelen beilleszkedni az országban. És annál még csak nagyobbak vannak Nagy-Britániában vagy Franciaországban? Hát Franciaországra most gondoljunk arra, hogy minden szilveszterkor több mint 1000 autót gyújtanak föl a muszlim bevándorlók. Gyakorlatilag lángol az összes francia nagyváros. Angliában 2 éve láthattuk azt, hogy Facebookon szervezték magukat a fosztogató bandák. Tehát látható, hogy nem tudták megoldani a saját integrációs problémáikat ezek a társadalmak, ellenben nekünk meg szeretnék mondani, hogy mit hogyan kellene, hogy csináljunk. Sőt, fölállnak egy ilyen erkölcsi pódiumra, amit saját maguknak ácsoltak, és megpróbálnak minket kijó. Oktatni. Most erre mondta azt a Jobbik, hogy ha ennyire értenek hozzá, akkor tegyék azt nyilvánvalóvá, hogy itt van egy magas gyermekszületési számot produkáló közösség, ezekben az országokban az alacsony gyermekszületési szám a legnagyobb probléma, akkor tegyék nyitva, nyissák meg a saját munkaerőpiacukat, a saját bevándorlási törvényeiket úgy alakítsák, hogy ez a közösség ez oda tudjon menni, és mutassák meg a gyakorlatban, hogy hogyan lehet ebből a közösségből milliós számban értékes, értékteremtő embereket produkálni. Azonban azt láthatjuk, hogy amikor arra sor kerül, hogy a cigányok megjelennek Kelet-Európából, nem csak Magyarországról, Romániából, Szlovákiából, Bulgáriából egyaránt oda mennek, akkor a legkeményebb rendészeti intézkedésekkel villámgyorsan hazatoloncolják őket. És most ebben az esetben is sajnos azt láthatjuk, hogy Magyarországnak azok az emberek, akik kimennek, a rossz hírét kelték. Gondoljunk csak bele, hogy a kivándorlók között Kanadában kopogtatott nemrég Mohácsi Viktória is, még a szociális liberális kormányok egyik Európa parlamenti képviselője, aki egyébként soha nem okozott ember talán annyi kárt, Horváth Aladár talán leszámítva, mint Mohácsi Viktória, végig hazudta az országot gyakorlatilag a cigányság ügyeiben, mindenfélét mondott, tehát elképesztő dolgokat, a szíven szúrt Marián Kozmáról is azt állította, hogy az egy egyszerű diszkóbaleset volt, aminek ő az áldozata lett, és a többi, és a többi. Tehát ezek azok az emberek, akiket én azt gondolom, hogy az úgynevezett cigány integráció környékéről is száműzni kellene. Na most ez a szokottnál is összetette probléma. Radu József hogy látja, hogy hogy lehet mindenek elejét venni, hogy a megoldást találni mindenre? Én másképp látom, mint képviselő úr. Tulajdonképpen nem az a cél, hogy itt most olyan alternatívát és módszert találjunk ki, hogy menjenek ki külföldre és menjenek Kanadába. A Magyarországon élő cigányság az országát, Magyarországot hazájának tekinti. Szeretett hazájának. És ezt hirdetem, vallom és vallja a cigányság is, mert ők nem akarnak elmenni. A kényszer. Milyen kényszer? Egyrészt nincs munkahely, iskolázatlanok, nincs egzisztenciájuknak meg a feltétele. Ez egy lakmuszpapír, hogy Budapestről és környékéről mennek el? Mennek. Hogy de leginkább Észak-Kelet-Magyarországról mennek. Most hadd mondjam el. Ugye a cigány muzsika a cigányságnak és a magyar
népnek mindig is egy világító lámpása volt, mert büszke volt erre a magyar nép és a cigányság is, hogy kiváló világhírű cigány muzsikusai vannak. És tessék elképzelni, hogy az elmúlt egy évben Magyarországról, illetve Budapestről 60 vagy 70 kiváló cigány muzsikus ment el Kanadába. Na jó, hát már nincs azért, is szinte olyan pillanat, kis vendéglő, ahol lehet egy cigány zenét hallani. Egy pillanat, majd ez másik kérdés, a kormánynak ez feladata, meg fogja oldani, bízunk benne, hiszen erről már előzetes tárgyalásaink vannak, még a nemzetépítő munka nem jutott odáig, hogy a cigányság kultúrájával, kulturális autonómiájával, annak intézményrendszerével tudjunk foglalkozni. El fogunk kérni, mert új nemzetet, új világot építünk, tetszik tudni? És tökéletesen egyetértek azzal, hogy munkaalapú társadalmat kell megteremteni, és a cigány embernek is ezt el kell fogadnia, mert a munka az karaktert, méltóságot, hitet és reményt ad az embernek. Azt hiszem, hogy ebben mindannyian egyetértünk, viszont most nagyon gonosznak kell lennem, 3 percet viszont kell szánnunk a negyedik témára, amely csak Miskolc okán, illetve a politikum boszorkánykonyája okán kapcsolódik mindazokhoz, amelyekről beszéltünk, és most nem is szaporítom a szót, kérném a negyedik bejátszást. Miskolchoz nem kötődő erdélyi magyarok kapnak vezetői posztokat a városban. Miskolc zsidói az erdélyiek, Miskolc jobbikja az MSZP. No tehát a kormánypárti narratíva szerint a miskolci MSZP, miközben az országos MSZP Erdélyben Kolozsvárot próbál békülni a külhoni jelesül az erdélyi magyarokkal, akközben a miskolci helyi MSZP listázza a városházán, a város közműcégeinél dolgozó erdélyi párciumi származású embereket. Mindhármuktól kérdezem, mit szólnak mindehez? Szabad mondanom? Mivel kezdtem az előző beszélgetést, azt mondtam, hogy az SZDSZ-re vonatkozóan, hogy nagy demokrata, de közben első számú diktátor. Hát itt is tulajdonképpen demokrata képébe tetszeleg az MSZP, és kérem szépen, ő teszi meg az első előítéletet. És a Jobbik, legtöbbször a Jobbikot vádolják előítélettel. Mit szól mindehez a... egészen elképesztő témához, ami Miskolcon felütötte a fejét. Hát most a sommázottan ki szeretném jelenteni az igazságot, akkor azt mondom, hogy az MSZP hazafiságát csak kétségbe vonni lehet elismerni, nem? Teljesen nyilvánvaló, ennek ez az alapja. Az MSZP egy rendkívül szemforgató politikát csinál, a magyarságot ott tapossa sárba, ahol csak tudja, most ebben az esetben sem történt egyéb. Egy szemforgató, álságos színjátéknak lehetünk tanulni, Mesterházi Attila kimegy, szimpadiasan bocsánatot kér, egyébként pedig ugyanúgy úszítanak a határon túli magyarok ellen, mint korábban. Mit hozhat az MSZP-nek ez a témacsoport? Hát én is csak remélem, hogy ezek az előítéletességre épülő kampány nem Ron Werber tanácsaira épül, mert akkor még több ilyen is várható talán a közeljövőben. Azt lehet látni valóban, hogy az előítéletekkel könnyen operálnak a politikusok, ráadásul itt ugye egy ilyen a 2004-es rossz emlékű népszavazásra emlékeztető megosztási kísérletet is látunk, amikor a határon túliakat próbálják a határon inneniekkel szembefordítani. Én ezt nagyon rossznak tartom. De hát ez egy kettős beszéd. Hát megvan ez a... Persze, megvan. Ha visszaemlékszünk, 2002-ben Megyesi Péter mögött több magyar zászló volt, mint egy nemzeti ünnepen, akár egy-egy városban összesen, és utána rögtön mégis ugye a státusztörvényt is, illetve más dolgokat is visszafordítottak. Tehát ilyen szempontból én is szkeptikus vagyok a tekintetben, hogy az MSZP-nek ez a nemzetpolitikai fordulata, ez tartós-e is hihető. Ígérem, folytatjuk. Nagyon fontos témákról volt szó, nemzetstratégiai témákról. Köszönöm a gondolataikat. Nézzünk meg pedig azt, hogy velünk tartottak. Tegyenek így a jövő héten is. Viszontlátásra!